Szúrnak, csípnek, évről évre megnehezítik az életünket a nyáron tömegesen megjelenő szúnyogok. A rovaroknak idén is hadat üzennek, a melegedő idővel pedig a munka országszerte így megyénkben is kezdetét veszi. Szép estét kívánok, ha szúnyoggyérítés technikájáról, feltételeiről is hallhatnak mai adásunkban, de más témákkal is foglalkozunk a műsorban, mutatjuk mikkel. Érettségi szezon. Idén csak írásban adott számot tudásáról a legtöbb végzős középiskolás. Tisztújítás, új vezető a Magyar Dohánytermelők Országos Szövetsége élén. Szúnyoggyérítés, elindult Nyíregyházán is a légi és földi védekezés. Mint egy fél év digitális oktatást követően ma az általános iskolák felső tagozataiba és a középiskolákba is visszatértek a diákok. A végzős középiskolások már múlt héten beültek az iskolapadba, május 3-án a szokott időben elkezdődtek az írásbeli érettségik. Szóbeli vizsgákra viszont ebben az évben csak néhány tárgyból kerül sor, vagy akkor, ha a diák írásbeli eredménye ugyan elérte a 12%-ot, de a 25-öt nem haladta meg. Köszöntöm a stúdióban dr. Komáromi Istvánt, a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József gyakorló általános iskola és gimnáziuma intézmény vezetőjét. Jó estét kívánok! Mik a tapasztalatok az eddigi érettségi vizsgákkal? Hogyan zajlottak az Eötvösben? Az érettségi, az idei érettségi rendhagyó formában zajlott, de hogyha az előző tanévet, a második fél évét nézzük, és annak az árását, akkor mondhatnám azt, hogy már a második évben kellett, hogy megtartjuk ebben a formában az érettségeket. Tehát csak írásbeli, alapvetően csak írásbeli vizsgákkal. Ezzel kapcsolatosan azt tudom mondani, hogy ez viszonylag rendezetten és megfelelő módon történt. Tehát a diákok, három érettségiző osztályunk diákjai rendben megjelentek az első érettségi napon, és gyakorlatilag ugye az elmúlt héten a magyar nyelv és irodalom, a matematika, a történelem és az angol, illetve az idegen nyelv, az angol nyelv vizsgáka lezárult az első hete az érettségnek, tehát elméletileg... Gondolom a távolságtartásra figyeltek. Igen, ugye itt a preventív intézkedések, egészségügyi intézkedéseket nyilván be kellett tartani. Intézkedési terv, illetve a intézményi protokoll alapján ugye egy tanteremben nem lehetett több, csak 10 érettségiző gyermek, a távolságtartást be kellett tartani, illetve a testhőmérséklet mérés, nyilván amikor beléptek az intézménybe az érettségizők, készfertőtlenítés, illetve a maszkhasználat az feltételes volt, tehát ajánlott volt a maszkhasználat, ez volt, aki ezzel élt, de nem mindenki, de alapvetően ezeket az intézkedéseket betartottuk. Hogyan lesznek szóbelik? Ugye csak írásban adnak számot a diákok, de van néhány olyan tantárgy, amiből mégiscsak lesz szóbeli, illetve hát vannak speciális igényű diákok, a diszesek, diszkalkuliás, diszgráfiás, diszlexiás gyerekek, akik viszont csak szóban tudnak vizsgázni. Igen, tehát ha a tantárgyakat nézzük, akkor ott ugye a testnevelés tantárgyhoz kapcsolódik a gyakorlati vizsga rész mellett írásbeli, illetve szóbeli vizsga. És amit említeni tetszett, aki felmentést kapott az írásbeli teljesítése alól, tehát teheti le a szóban a vizsgát, illetve hát, akinek nem sikerült úgy, mint amire számított, de azért a 12%-ot elérte, akkor ő szóbeli szed, de alapvetően ez nagyon minimális, végül is a klasszikus. Hány gyereket érint ez az Eötvösben? Hát vannak, szám szerint ezt most nem tudom pontosan megmondani, de vannak olyan tanulók. A írásbelin is volt több olyan tanulók, ez általában ugye 66 érettségizőnk volt. Ha egy vizsgatárat nézek, akkor 3-4 tanuló volt olyan külön teremben, ahol idő hosszabbítással írhatta meg az érettségét, tehát igazándiból nem. Szóbelik majd csak júniusban lesznek, gondolom. Igen. Ugye ez a második ilyen év.
Mi az eddigi tapasztalat ezekkel az érettségi vizsgákkal? Gyakorló tanárként hogyan látja, mennyire reálisak ezek az eredmények, illetve a felvételinél, a továbbtanuláskor mennyire számít ez hátránynak, előnynek? Hát ugye megoszlanak a vélemények iskolákban, pedagógusok között is, meg egyáltalán a szakmai közvélemény vonatkozásában is. Nyilván klasszikusan az a szerencsés, hogyha egy érettségi a írásbelivel, illetve a szóbelivel együtt adja azt az eredményt, aki az elmúlt 4 évet mondjuk középiskolában éppen vagy 8 osztályos gimnáziumban 8 évet tanulva vár magától, hiszen vannak azért olyan diákok, akik inkább, akiknek az írásbeli feladatok állnak közelebb, hozzá vannak, akik szóban jobban tudják kifejezni magukat, de ugye általában ez úgy jelent meg, hogy az írásbeli után a szóbelin azért mindig volt arra lehetőség, hogy egy kicsit... És ez volt a jellemző, hogy ez egy kicsit húztak fölfelé a pontokon. Jellemző, igen, igen. Mert írásbelin is lehet ugyan nagyon szép teljesítményeket nyújtani, de azért, ha olyan előfordult, hogy valaki nem ért el azt a pontszámot, vagy érdemélet, akkor ez a szóbelin egy jó szóbelivel ezt még tudta javítani. Hát ez most csak az írásbelikre szorítkozik. Ez egyébként, ahogy én diákokat is kérdeztem, tehát már az a helyzet, tehát hogy az érettséget így formában kellett lebonyolítani ebben a módon, ez mindenkit elég komoly kihívás elé állította. Szenvedhetnek hátrányt az előző évfolyamokban végzettekhez képest, akik még úgymond normál rendszerben érettségiztek? Hát, hogyha nagyon általánosan akarok fogalmazni, akkor visszatérve az előbbi gondolatmenetre, tehát én azt gondolom, hogy talán az a szerencsés, mert az ad egy objektívebb képet, egy érettség eredményes, és hogyha annak az írásbelit és a szóbelit is együtt kezeljük. Nyilván most az idei tanévben november óta tantermenkői digitális munkarendben folyt az oktatás nevelés, és ugye ez egy más szemetmód, más megközelítést kíván, mint mondjuk a jelenléti oktatás. Nyilván lehet ezt is jól csinálni, de azért nem helyettesíteti a jelenléti oktatást, annak az összetettségét tekintve is. Mától viszont teljes létszámban üzemel az ötvös is, mint ahogy az összes többi általános és középiskola. Igen. Vajon hogyan sikerül majd ezt a hosszú digitális szakaszt átvinni a személyes oktatásban? Igen, hát mi 12 évfolyamos több intézmény egységes iskola vagyunk, és ugye nálunk az első évfolyamtól kezdve a 12. évfolyamig vannak osztályok, kisiskola, felső tagozat, illetve a gimnázium. 1066 diák jár az intézményünkben, és egyébként a mai napon, ahogy az 5-12. évfolyam, ugye 19-én előző hónaptól kezdve, a 19-től kezdve az 1-4 évfolyam jelent meg, az is nagy élmény volt, most pedig ugye ezt a közel több mint 1000 gyermeket együtt látni, mosolygós arccal, vidáman, lelkesen jöttek be az iskolába, hogy mit és hogyan gondoltuk, hogy csinálunk, vagy csináljuk, végezzük a munkánkat a mai napon. Ezzel kapcsolatosan éppen az elmúlt napokban küldte meg az EMI minisztere azt a levelét, amelyben egyébként kérte a intézményvezetőket, hogy közvetítsék a kollégái felé egyrészt a köszönetüket az elmúlt hónapokban végzett áldozatos munkájukért, másrészt pedig külön felhívták arra a figyelmet a minisztérium illetékesét, a minisztérium is, hogy nem mindjárt témazáróval kezdjük az első napot, tehát kell, hogy legyen egy szociális és egyéb más szempontból is, hogy érezzék újra azt, hogy együtt a közösség, az iskola, illetve egy-egy osztály közösség, és aztán természetesen nyilván a rendelkezésre álló megközelítően 5-7 alatt azért be kell tudni fejezni és le kell zárni a
tanévet. Mindemellett azért én azt gondolom, hogy jóval erősebb különbségek lesznek a tanulók között osztályon belül, hiszen attól függően, hogy egy-egy gyerek mennyire tudatos, mennyire szorgalmas, máshol tart, mint az, aki egy kicsit elengedte magát itt a digitális oktatás. Hát igen, korábban. Én magam is gyakorló pedagógus is vagyok, egy 10. évfolyamos osztályban tanítok, és én azt láttam, egyébként azt tapasztaltam a több hónapos távoktatásra végzett munka során, hogy tehát az a diák, aki érdeklődő, motivált és aktív egy órán, az a online órákon is az volt, meg a jelenléti órákon is az. Aki meg kevésbé annyira, az a valóságban. Ez tehát így, a jelenléti, de a jelenléti órán egy kicsit jobban ragad. Tehát azért több más, ragad. Igen, tehát jobban elterelődik a figyelme, igen, egy online tehát más, más jellegű, igen. Tehát hogyha a jelenléti oktatás okán, vagy abban más a kommunikációs kapcsolat egyáltalán, vagy akár szó nélkül is egy metakommunikatív, vagy egy szemkontaktussal is már sok mindent meg lehet tudni mondjuk egy pedagógusnak adott esetben a lóra menetét, vagy a feldolgozott tananyag értését, megértését tekintve, vagy egyáltalán ha aktivizálni kívánja a pedagógus, akkor bevonja, vagy éppen aki kevésbé aktív, azt ugye megmozgatja, úgymond. Tehát nyilván ez más. Igazgató úr, azt gondolom, hogy jóval többet tudnánk erről még beszélgetni. Köszönöm, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Köszönöm. A 21 év után leköszönt Bényei Illést követően Kenyeres Sándor lett a Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségének elnöke. Az új vezető célja az, hogy minél több fiatal kapcsolódjon be a dohánytermesztésbe, amely az állami támogatásnak köszönhetően biztos megélhetést nyújthat a gazdálkodóknak. A hazai dohánytermelés 85%-a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez köthető. Így érthető, hogy a szövetség 1999-ben Nyíregyházán alakult meg, és megyebeli vezetők vannak az élén. Kenyeres Sándor is dohánytermeléssel foglalkozó családba született, édesapja 40 évig dolgozott a fermentálóban. Én 1997-ben végeztem a mezőgazdasági főiskolán Nyíregyházán, és friss diplomásként a nyíregyházi feldolgozó üzemben kezdtem el dolgozni. Van családi kötődésem is, mert édesapám 40 évig dolgozott a fermentálóban, és nem tagadom, hogy az ő révén kerültem a feldolgozásba. Aztán, amikor elkezdtem dolgozni, később más területre kerültem át a cégen belül, termeltetési feladatokat kaptam, és az agronómiára kerültem át. És egészen 2003-ig ezen a területen dolgoztam. 2003-ban megalakították az egyik feldolgozó cég érdekeltségi körébe tartozó termelők a nyírségi dohánytermelői csoportot. Ez volt az országban az első dohányos termelői csoport, és szerintem az első között megalakult termelői csoport, ahol továbbra is agronómusként dolgoztam. Majd 2016-ban kaptam meg a bizalmat, és ügyvezetője lettem a cégnek, és azóta is ezt a pozíciót töltöm be. A MADOS-hoz a kapcsolódásom pedig gyakorlatilag magával a termesztéssel együtt van, hiszen a 99-es megalakulása óta gyakorlatilag figyelemmel követem a MADOS munkáját, ez a munkámból is adódik. 2019-ben kaptam meg a küldöttektől a bizalmat, akik beválasztottak a MADOS elnökségébe, és az idén megtiszteltek a bizalmukkal, és gyakorlatilag az elnöki pozíciót is most már betöltöm. A hazai dohánypiac stabil, kevés olyan növénykultúra van, amelynél egy vagy akár több éves szerződést is kötnek a felvásárló cégek, miközben a felvásárlási árat évente felülvizsgálják. Ezzel biztosítják azt, hogy a termelés kiszámítható legyen. Új közös agrárpolitikai ciklus kezdődik most, és úgy gondolom, hogy ez már most látható, hogy ebben a támogatás feltétel rendszerei eltolódnak a környezetvédelem, környezettudatosság, fenntarthatóság irányába, ami nagyon komoly kihívások elé állítja az ágazat szereplőit, és ennek meg kell felelnünk. Úgy gondolom, hogy ez egy komoly feladat. Ahhoz, hogy ezeknek a kihívásoknak megfeleljünk, illetve hogy az ágazat helyzetén egy picit javítsunk, én mindenféleképpen szeretném a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a kormányhivatalok megyei és országos vezetőivel egy kicsit szorosabbra fűzni a kapcsolatot, úgyhogy ez is komoly feladatokat ró majd ránk. És hát van egy nagyon fontos téma, amit még hát, talán a legnehezebben kivitelezhető lesz, az pedig az, hogy szeretném egy picit olyan tekintetben megújítani az ágazatot, hogy fiatalokat bevonni a dohánytermelésbe. Sajnos azt látjuk, hogy általában a mezőgazdaságot is elkerülik, de tapasztaljuk, hogy a dohánytermelést is. Szeretnénk, hogyha őket vissza tudnánk hozni a dohánytermesztésbe. Ez talán könnyebben kivitelezhető akkor, hogyha sikerülne azt elérnünk, hogy pályázatok tekintetében a kertészeti kultúrák közé visszahozzuk a dohányt, ezáltal sokat tudnánk segíteni a gazdaságok fejlesztésén, és talán vonzóbbá tudnánk tenni az ágazatot is a fiatalok számára. Hogyan látja egyébként a hazai dohánypiac, illetve a dohánytermelők helyzetét jelenleg? A magyar mezőgazdaságon belül a dohánytermesztés egy jól szervezett és kiszámítható ágazat. Fix piac van, tehát van két termeltető cég, akik egy vagy több éves szerződést biztosítanak a termelők számára, ezáltal segítik a termesztés kiszámíthatóságát. Nyilván itt egyfajta megegyezésre van szükség a termeltető és a termelők között, amit én úgy érzek, hogy többé-kevésbé működik. Valamint azt is érzékelem, hogy a felvásárló cégek az érdekképviseletnél igyekeznek egyeztetni minden álláspontjukat, és közösen kialakítani azt, és a közösen kialakított álláspontot úgy gondolom, hogy az ágazat képviseli. Azt gondolom, hogy ezek a megállapodások, illetve ezeknek az megállapodásoknak a betartása az segít az ágazati békében, ami szerintem egy nagyon fontos és mindenféleképpen fenntartandó dolog. És ha ezeket a megállapodásokat betartjuk, akkor úgy gondolom, hogy ez az ágazat jól működhet a további években is. Európai szinten egyébként hová helyezhető a magyar dohánypiac, hogyha ezt a szintet nézzük? Hát azt kell látni, hogy Európában a magyarországi dohánytermesztés az európai termelés 5%-át teszi ki, tehát ez egy nagyon, nagyon pici volumen. A két felvásárló cég közül az egyik feldolgozást is végez, de a Magyarországon megtermelt dohányoknak a 75%-a az Európában a nemzetközi piacon kerül értékesítésre. Úgyhogy a jellemzően a feldolgozás a másik cégnél Olaszországban történik, úgyhogy ez is segíti a nemzetközi értékesítést. Én úgy gondolom, hogy több dohányra van, illetve az a visszajelzés van, hogy több dohányra lenne szükség, több dohánynak is lenne piaca, ezért ebben is komoly munkát kell fektetni. Mennyire kiszámítható egyébként a dohánypiac olyan szempontból, hogy akár mondjuk, ha egy család foglalkozik dohánytermesztéssel, akkor ez egy stabil megélhetést tud biztosítani mondjuk egy családnak, egy gazdálkodónak? Nyilván egy bizonyos szint felett mindenképpen meg kell, hogy jegyezzem, de igen, hogyha a termesztés technológiát megfelelően betartják, nem mellékesen kedvező időjárás van, és megfelelő termésmennyiséget biztosít a növény, akkor úgy gondolom, hogy lehet rentábilisan termelni, tehát lehet belőle élni. Az is igaz viszont, hogy az utóbbi években a munkabérek emelkedésével, illetve az inputanyagok költségeinek az emelkedésével a dohány veszített a eredménytermelő képességéből. Ezen is dolgozunk, hogy dolgoznunk kell, hogy ebben előre lépjünk, és egy picit jobb feltételeket biztosítsunk dohánytermelőink számára. A felvásárlási ár egyébként az elmúlt néhány évben mennyire ingadozott? Ugye nyilván a kiszámíthatósághoz ez is hozzátartozik, hogy milyen áron vásárolják fel. Nagy kilengések láthatóak ebben? Nem. Ilyen szempontból azt mondom, hogy stabil a piac. Ahogy említettem korábban, ugye a felvásárló cégek egy vagy esetleg több éves szerződéseket biztosítanak a partnereik számára, de éves szinten fölülvizsgálják az árakat.
Minden évben felvásárlási áremelés van bizonyos mértékben, és ez gyakorlatilag biztosítja azt, hogy kiszámítható legyen a termelés. Tehát lehet előre tervezni. Ugye tudjuk, hogy nagyon sok kultúránál nincsen előre szerződéskötés, nincsenek előre meghatározott árak, az a mi ágazatunkban jól működik. Ennek ellenére akkor mi lehet az oka, hogy Magyarországon nem annyira nagy területen folyik dohánytermelés? Ami a kulcsa ennek a dolognak az az, hogy kvótarendszerben működik az ágazat, és az, aki dohányt akar termelni, annak először jogosultságot vagy kvótát kell vásárolnia. Ha megvásárolt ezt a kvótát, akkor utána érdemes dohánytermesztésbe fogni, mert támogatás nélkül nem működik rentábilisan a termelés. Úgyhogy ez egy komoly befektetés, és mint minden olyan tevékenység, amit komoly befektetés előz meg, az nyilván a jövedelemtermelő képességre is az első években kihatással van. A megyénkben ugye elég nagy jelentősége van a dohánytermelésnek, illetve amennyiben jól néztem utána, a megyében talán a legjelentősebb országos szinten a dohánytermelés. A megyében élő dohánytermelők helyzetét milyennek ítéli meg? A hazai dohánytermesztés 85%-a koncentrálódik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére. Ez azt jelenti, hogy a dohánytermelőknek is ilyen 80-90%-a az országban lévő dohánytermelők 80-90%-a itt tevékenykedik. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt években nagyon sok dohányos családnak a anyagi megerősödéséhez, illetve a gazdaságának a megerősödéséhez hozzájárult a dohánytermesztés. Sajnos ez a kultúra, ahogy mondtam is, támogatások nélkül nem életképes, tehát nem lehet termelni. És a nagy foglalkoztatás miatt ugye nagyon sok olyan embert foglalkoztatunk, aki alulképzett, hátrányos helyzetű. Emellett a dohánytermelő területek jelentős része gyenge adottságú terület, és más növénykultúrát rentábilisan nem lehetne rajta termelni, ezért is fontos, hogy támogatásban részesüljünk. Ez az alapja mindennek, tehát ez kell ahhoz, hogy működjön tovább az ágazat, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a kormány látva az ágazat foglalkoztatási szerepét, ezt figyelembe véve biztosítja számunkra a támogatást, és ez biztosítja azt, hogy a dohánytermesztés fennmaradhat Magyarországon és Szabolcs megyében. Nyilván korai még ebbe mélyen belemenni, de a 2021-es évnek vagy szezonnak hogyan indulnak neki a hazai termelők? Látszik már valami abból, hogy ez milyen év lesz számukra? Amit látok, az, hogy az utóbbi időben egyre több időjárási szélsőséggel szembesülünk, hol a száj, hol csapadékos időjárás, viharos időjárás, a hőmérsékleti tartományok nagyon ingadoznak, tehát vagy nagyon hideg van, vagy nagyon meleg van, és ugye számunkra sok esetben a csapadék eloszlás is kedvezőtlen a tenyész időszak alatt. Hát azt gondolom, hogy ilyen tendenciákat hosszú távra nem lehet levonni. Bízunk benne, hogy az idei év az jó lesz. Talán azt tudom elmondani még erre az évre vonatkozóan, hogy nem volt annyira hideg, nem volt az április, mint a tavalyi évben, olyan károkat nem okozott a palántákban, mint amilyet az elmúlt évben, és bár a hűvös tavasz miatt hidegek még a talajok, viszont a csapadék ellátottsága sokkal jobb, és ez egy jó alapot biztosít arra, hogy egy jó évünk legyen, de nyilván nagyon sok múlik azon, hogy innentől kezdve milyen időjárásunk lesz még. Április végén elkezdődött az idei szúnyoggyérítési program, a héten pedig már Nyíregyházán is zajlik a védekezés, mind légi, mind földi úton. A biológiai módszerrel történő védekezés során kijuttatott készítmény kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre, így a nem vérszívó szúnyogokra is ártalmatlan. Köszöntöm a stúdióban Horváth Pétert, a Tréner Kft. Ügyvezető igazgatóját, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, és köszöntöm a kocsiterezőmény. Oroszlán részt vállalnak ebből a munkából. Hát igen, ez a 30. év, hogy végezzük a városba a szúnyoggyérítést. Első lépés mindig ez szokott lenni, hogy a szúnyog lárvát biológiai módszerrel gyérítjük, és tudjuk, hogy nagyon hideg volt a tavasz, kicsit elhúzódik, meg északabbra is vagyunk, mint a Balaton, meg átlaghőmérséklet is kevesebb, és nálunk most jött el az idő, hogy ezt a munkát elvégezzük.
Ez abból áll, hogy légiúton mocsaras részeket, ahol helikopterrel bejárható, ott azzal, ahol pedig földi géppel el lehet végezni, azaz közelebb megközelíteni a sóstői tavat, a bújtosít vagy csatornapartokon végigmenni, földi géppel végezzük el a lárvaírtást Vectobac nevű baktériummal, ami kifejezetten a szúnyog lárváknak a megfertőzésére, elpusztítására való. Más élőre nem veszélyes. Változott ez az elmúlt 30 év során, hogy mivel írtják vagy gyérítik a szúnyogot? Az utóbbi 10-11 néhány évben lett bevezetésre, vagy legalábbis rendszerbe bemondva ez a Vectobac itt Nyíregyházán, ami nagyon hatékony, és nagyon fontosnak tartjuk a szakemberek véleményét, biológusok véleményét, hogy mikor van az optimális lárvának az írtása, hisz tudjuk nagyon jó, hogy nem egy olcsó dolog, és nagyon el kell találni az időt. Ami szakemberek mondják, hogy rá két hét múlva ezt meg kell ismételni, ami fontos, hogy 14-re, mint most megkapjuk a védőoltást, akkor bizonyos időt belül meg kell ismételni, itt is ugyanúgy, hogy két hét múlva meg kell ismételni. Milyen gyakorisággal van erre szükség a nyár folyamán? Ez elsősorban a tavaszi védekezésnek a feladata, ilyenkor van több belvíz, egyebek is akkor végezzük, későbbiek már ez a biológiai nem annyira hatásos, hisz már megyünk ki a nagyobb vizes felületek, kiszáradnak, és utána későbbiek pedig a saját fűes vizes területeken tenyésztjük, öntözött locsolt kertekben is nagyon melegben gyorsan fejlődnek a szúnyogok, tavasszal általában ott telelnek át, és azért szükséges ez a mi magunk mit tudunk tenni azért, hogy kevesebb szúnyogunk legyen? Hát környezetünkben ne tartsunk olyan vizesedényeket tele, hordókat, csatornák alatt szabad, tehát meg jó is az. Szabaduljunk meg, így van. Ezt ki kell takarítani most azt az edényt, és utána pedig időnként, és akkor nem adunk lehetőséget a szúnyogoknak. Ha jól tudom, nem csak a megye területén végez munkát a Kft. A Kft. A katasztrófa védelemmel van kapcsolatban. Általában a katasztrófa védelem, ha megrendeli a szúnyogok gyérítését, maga az imágót, a kifejlett szúnyogot, azt szoktuk végezni a katasztrófa védelem megbízásából. Biológiai írtás nem végeztet a katasztrófa védelem. Itt közelünkben itt önkormányzatoknak kéne megrendelni, elvégezni, hisz ez erre kapható engedélyt, de a légi, kémiai szúnyoggyérítésre csak katasztrófás védekezés lehetséges. Hány pilóta végzi ezt a munkát? Ez nem sok, inkább a légi kémiát azt szoktuk négyen végezni, ide egy helikopteres kellett, aki ezt a mai reggeli munkát elvégezte. Ez 300 hektárról beszélünk, ami összesen a földi légivel együtt körülbelül ennyi vizes területet permetezünk be. Szükséges ehhez valamilyen különleges kiképzés? Hát ezeket a feladatokat öreg tapasztalt pilóták végzik, hisz tudjuk, hogy a Nyíregyházi Főiskolán mezőgazdasági pilóta képzés már 90-ben mondhatjuk, hogy megszűnt. Csak kereskedelmi pilótákat képzünk, és ez a légi növényvédelem nagyon kiszorulóban van, Unió ezt nagyon nem támogatja, mondhatnám, hogy tiltja is, pedig egy nagyon hatékony dolog egy olyan időjárás körülmények között a mezőgazdaság számára is, amikor területekre nem lehet megközelíteni földi géppel, se ilyennel, se olyannal, sem ilyennel sem. Most próbálkoznak más módszerekkel, de igazából nagyon jó bevált, fegyelmezetten végezték, egy jó kialakított rendszer volt nagyon régen ezeknek a feladatoknak elvégzésére, és ne legyen rá szükség, de lehet szükség lesz, hisz tudom, hogy vettek tőlünk olaszok repülőt sáskaírtáshoz Afrikába, és nagyon hatékony például, hogy sáskaírtásnál, meg sok más esetben is. Pilótaképzés viszont zajlik most is. Így van, mint említettem, 90-től kereskedelmi pilótákat képeznek a Nyíregyházi Egyetemen, és ami hozzáteszem azt, hogy 3 évvel kötöttünk a Vizerrel, bocsánat, ha reklámnak számít, egy fapados légitársággal egy szerződést, mint Trainer Kft., és itt Vizer kadétokat képeznek egyedül Európába,
Nyíregyházán, és ez évi 60 fő. Ez a pandémia miatt kicsit ez megcsappant, hisz a felvételiztetés nagyon nehéz volt az elmúlt egy évben külföldiek részére. Mert ugye ez egy nemzetközi képzés. Így van, így van. És nagyon nagy pilóta hiány volt a pandémia előtt. Tudjuk, hogy mekkora fejlődés volt, mennyit utaztunk. Ez most kicsit megcsappant. Ez ránk nézve egy rosszul érint bennünket, de mindenkit biztatok, mire most jelentkezik és elvégzi, akkor már biztosan szabadon is fog repülni, meg lesz neki munkahelye. Hány éves ez a képzés? Háromfajta képzést folytatunk. Egyik a Nyíregyházi Egyetemen van a 7,5 éves BSC képzés, és most már 4,5 éves lesz a posztgraduális képzés. Ez az egyetem kereteink belül folyik. Ez diákhitel 2-vel finanszírozott, de hamar visszatérülő, mert légitársaknál tudnak helyezkedni ezek a itt végzett hallgatók. Itt egy közel 30 fő. Évente? Igen. A két szakon, vagy a két részen belül, és ugyanakkor pedig megy a Wizz Air Kadét program, Fapados légi Kadét program, ezért pedig itt 60 főre van évente, de ez közép- és kelet-európai hallgatók vesznek ezen részt, de mondom, most ebbe az évben picit kevesebb lett biztos, nem fogjuk ezt a létszámot elérni, ami nagyon nagy létszám is az előző évben, 2020-ban körülbelül az elmúlt 5 év teljesítményét repültük le egy év alatt. Szóval nagyon-nagyon nagy volt az igény is. Azon kívül, hogy a létszám lecsökkent, gondolom azért másban is befolyásolta az online oktatás, mondjuk a képzést. Így van, azért nálunk egy biztonságos rendszerrel meg tudtuk azt oldani, a teszteléssel, a odafigyeléssel, bent a gyakorlati képzés kivétel, az időszak alatt nem ment, amikor egyetemi hallgatóknak ez nem voltak lehetséges, hogy itt legyenek, de a kadétprogramban ott kontaktórák úgy vannak, hogy egy oktató és 4 hallgató, és nem más emberes, egy repülővel repülnek, így, ha odafigyeltünk, akkor nem volt semmi problémánk a repülőtéren a pandémiával. Most úgy érzem, hogy mindenki fölveszi a védőoltását, ami fontos, fiatalok mindenki ment utána, tudom, hogy van izraeli hallgatónk, aki már december úgy jött vissza, hogy mind a két oltását fölvette. Nagyon-nagyon ügyelünk arra, hogy védőoltással és a gyakorlati képzést ne zavarjam a betegségek, meg szövődmények, a pilóták amúgy is vigyáznak az egészségükre. Mindemellett úgy tudom, hogy a Nyíregyházi Egyetem pilóta hallgatóinak hosszabbodik a fél év? Igen, ez a proszgazdás képzésnél van, ami 3,5 éves volt. Ez arra volt szükség, mert volt egy tavaszi 5-7-es időszak, amikor nem repülhettek a hallgatóink, és ezt valamikor be kell pótolni. Ez nem úgy, hogy online nem tudott menni a gyakorlati képzés. Ott kontaktórák vannak, repülnek, úgyhogy ez augusztus végéig, de a gyakorlati képzés augusztus közepéig meg lehetőséget kaptunk, augusztus közepéig fejezzük be a most végzős proszgazdás képzés hallgatóknak. Reméljük, minden rendben lesz. Én nagyon bízok benne, meg kapunk majd föntről is egy kis segítséget, vége legyen ennek a mi is ezt várjuk, szúnyogügyben legalábbis. Hát azért mindennek teszünk. Köszönjük szépen, hogy befáradt hozzánk. Én is köszönöm szépen. Ezzel véget ért a mai 35 perc, szerdán is várjuk Önöket, az aktuális vásárosnaményi fejlesztések és a közeledő egyetemi vizsgaidőszak témájában. Szó lesz emellett arról is, hogy több helyen már készülnek a nyári rendezvényekre. Tartsanak velünk aznap is, a viszontlátásra!